Kétyen szüreti mulatságot tartottak október első hétvégéjén. A rendezvény ugyanakkor otthont adott egy mézes programnak is. A magyar kormány és a Bethlen Gábor alap támogatásával megvalósult projekt a méz, a gasztronómia és a testvértelepülési kapcsolatépítés jegyében született meg. Ez a mai rendezvényünk, ez a Érsekkéty és a magyarországi Kéty települések barátságának az elmélyítése a méz segítségével című, így nagyjából összefoglalva, projektunknak a része, ami arról szólt, hogy a vendégeinket, az érsekétjeket is egy mézzel készült ebéddel fogadtuk. Minden süteményünk, amit itt fölvonultatunk, illetve mivel megkínáljuk a gyerekeket, akik föllépnek, és az összes föllépőt is, és még a vendégeket is, Minden süteményünkben a méz szerepel, és a Kis Tibor helyi méhész, és hát Érsekkéty sajnos nem tudott eljönni a méhész, de küldött méz mintákat, amit a Tibi kóstoltat az érdeklődőkkel. Kis Tibor 20 éve foglalkozik méhészettel, jelenleg 130 családot gondoz. A régióban repce, akác és napraforgó várja a szorgos rovarokat, a hársra azonban vándorol családjaival. A szakember elmondta, a méheknek, mint beporzóknak nagyon fontos szerepük van, nélkülük nehéz lenne az élet. Hozzátette, a méhész figyelme napi szinten a méhekre irányul, és feladatai az évszakokkal együtt változnak. Maga a méhész, tehát az ciklikus, ugye leginkább márciustól szeptemberig van a legtöbb munkánk, márciussal a méh családokat fölfejleszteni, hogy mire jönnek a virágzások, addigra megfelelő erőben és egészségben legyenek a méh családok. És a továbbiakban pedig, hogyha sikeres és eredményes a hordás, akkor ugye akkor a mézek elvétele, a család általános egészségi állapotát rendszeresen két hetente figyelni kell, és kontrollálni, hogy a méhanya megfelelő kondícióban van-e, a családnak az összetételét szabályozni, ez mind rajtunk múlik. Annyira elkényeztettük a méheket az évezredek alatt, hogy bizony összszoros kötődés van köztünk. Mézzel és mézes süteményekkel is várta a kóstolókat a méhész, köztük a gyerekeket. Velük is meg lehet szerettetni a mézet, sőt, ezzel felnőttként is próbálkozhatunk, ehhez is kaptunk receptet. Mindenképpen az akáccal kezdi mindenki. Az egy nem túl karakteres, gyenge ízvilágú, ezért is keresik a legjobban, legtöbben. Nem is nehezen kristályosodik, évekre rá kristályosodik ez a belépő méz. Aztán az inyencek mennek a vegyes méz felé, akik a vitaminokat gyűjtik, azok inkább vegyes mézet. Sportolók viszik a repcét, mert gyorsan ad energiát. A repcét viszik még a refluxosok, akiknek sok a savuk. Nagyon jól leköti a repce, lugosít, inyencek hársot, esetleg gesztenyemézeket, hogyha olyan régióba jár, akik csemege mézet fogyasztanak kicsiben, ők ezt szeretik. A kétyi szüreti felvonulás mézes programja minden kóstolónak íz lett.